teljes osztrák Dunakanyarban, a Wachau-ban haladunk ma. Állomásaink Willendorf, Spitz, Dünnstein, Krems, Thuln és Bécs. A Melki apátság képeivel indulunk Bécsig tartó, éppen 100 kilométeres utunkra. Az ausztriai Duna harmadik, de talán minden eddiginél híresebb és érdekesebb áttörési szakasza következik. A Wachau, amit gyakran szoktak a mi Dunakanyarunkhoz hasonlítani. A 9. század óta használt elnevezés valójában egy távolabbi 10 kilométeres szakaszt jelöl. De újabban, és nem ok nélkül, már innen Melktől számítják a következő 34 kilométert. A tájegység kapuja mindjárt félelmetes szépségeket tartogat, mind a vízen, mind a szárazföldön utazóknak. A tájba illesztés kiemelkedően szép példája a merészen a meder fölé épített Schönbühli kastély. Figyelmünket azonban leginkább a kastély előtt a mederben található hatalmas granulit szikla köti le. Jellemző német neve Steinkugel, azaz kőgolyó. Izgalmas látni a szikla mellett elrohanó vizet, és elgondolni, hogy a Duna áttörési szakaszain, Weltenburgtól egészen a Vaskapuig, régebben tulajdonképpen az egész meder ilyen szirtekkel volt kibélelve. A sziklatömb vízben hagyását, mint egy természeti műemléket, merész és nagyszerű ötletnek tartjuk, hiszen valódi képét mutatja az egykori hajózási veszedelmeknek. Szóval irány a Wachau. Megszámlálhatatlan vár, kastély, templom, történelmi és természeti látnivaló következik, úgyhogy mindet külön még megnevezni sincs időnk. Ott a távolban, a szoros fölötti hegytetőn látható majd Akstein várának romja, amelyről néhány szót feltétlenül szólnunk kell, mert birtokosai ennek a vidéknek meghatározó erejét képviselték. Annyit biztosan lehet tudni, hogy a 12. században a híres hírhet nagyhatalmú Kuenring rablólovak család birtokolja, akik időnként még az országos eseményekbe is beleszólnak. A középkor végén más, nem kevésbé rossz hírű birtokosok uralkodnak a környéken. Egyikükről az a legenda járja, hogy elfogott ellenségeiknek az éhenhalás vagy a vár szirtfokáról a mélybe ugrás között kellett választaniuk. Békésebb és híresebb történet az, amit a szemközti faluska Willendorf kínál. 1908-ban a parti vasút építésekor meg kellett bontani a löszfalat. Őskori edények, cserepek és használati tárgyak sokasága került elő. Az érdekes, de nem különleges leletek között viszont volt egy, ami világhírű lett. A 24 ezer éves földrétegből egy 25 cm nagyságú mészkő figura került elő, ami a plasztikus ember ábrázolás egyik első tárgyi emléke. Nevét azóta megtanulta a világ. A Willendorfi Vénusz. Van Wachau-nak két gyümölcse is, amelyről szólnunk kell, mert a vidék lényegéhez tartozik. Az egyik a szőlő. A táj ránézésre nem éppen szőlőtermelésre teremtett vidék. Ezért érdekes, hogy az itt lakók a sok évszázad alatt megtanulták a szőlőtermelés és borkészítés kultúráját, sőt, ami még nehezebb volt, megteremtették a termelés feltételeit. A meredek hegyoldalaktól kellett elhódítani a területet, és ott termelésre alkalmas teraszokat kialakítani. Gépesítésre csak a kissé szelídebb hegylábakon van lehetőség. Azt mondják, hogy az esővíz által lehordott értékes termőtalajt a gazdák háti puttonyokban hordták vissza a szőlők tövéhez.
de az eredmény nem maradt el. Ezért azt javasoljuk, hogy aki erre jár, pillancson be a borkóstolókba, ahol barátságos vincellére kínálják a nem olcsó, de különleges zamatú boraikat. Mi is így tettünk. A 2020-as táblánál Oberarnsdorf faluskánál kötöttünk ki, József Fasching nyugalmazott pincemester házánál és borkóstolójánál. Fasching úr borásznak tanult, és egész életében ezzel foglalkozott, de szőlőt sohasem termelt. Elmondja, hogy a háta mögött látható spicci dombnak Ezervödörhegy a neve, s ha arra gondolunk, hogy egy vödröt ők 56 literben számolnak, ez egyébként az akú nevű régi magyar űrmérték is, akkor az említett mennyiség éppen 56 ezer liter bort jelent. A borok nagy része zöld veltelini, kisebb hányada olasz rizling, a többi fajta aránya elenyésző. Mária Terézia idejéből származik az a törvény, hogy ahol eke szánthat, ott szőlő nem állhat. Így a szőlőtermelés a nehezen járható, meredek hegyoldalakra húzódott vissza. A vahaui bor nem olcsó, mert rendkívül nagy munkával és nagy hozzáértéssel készül. De a turisták persze szívesen megfizetik az árát. A Duna itt északkeletnek fordul. Ettől a helytől számítják a Wachau szűkebb értelemben vett szakaszát, úgyis mondhatnánk az igazi Wachaut. A kapu itt a balparti Spitz városa, amelyet akár a táj névadójának is nevezhetnénk, hiszen a 9. századig Wachau volt a neve. Építészeti emlékei közül kiemelkedik a 16. században késő gótikus stílusban épült plébánia templom. A városnak szinte a központjáig nyúlnak a szőlő ültetvények. A mellékutcákban a pincék és vendéglők sokasága ad lehetőséget a kóstolgatásra. Talán nem véletlen, hogy minket különösen érdekelt a Városka Hajózás Történeti Múzeuma. Nem is gondolnánk, hogy a lovaknak milyen hatalmas szerepük volt a dunai hajózásban. A múlt század elején, a gőzhajózás megindulásáig a parti vontató utakon körülbelül 10 000 ló dolgozott. A lóvontatásnak minden kelléke, technikája, szolgáltatása rendelkezésre állt, és ennek ellenére még így is csak csigalassúsággal, hatalmas erőfeszítések és áldozatok árán tudtak a hajók fölfelé haladni. A kiállított tárgyakban és képekben a hajózás minden részletéről találhatunk emlékeket, a hajóépítéstől a tutajozáson át egészen a meder szabályozásig. Mint említettük, a szőlőn kívül van a tájnak egy másik jellemző gyümölcse is, ez a sárga barack. A szőlőskertek lábainál elterülő barackosokban 160 ezer fát gondoznak, méghozzá rendkívüli hozzáértéssel. A gyümölcsöt a legnagyobb gondossággal szedik és árusítják. Természetesen ennek egy részéből is alkohol lesz. A híres wachaui barackpálinka, más néven a Marillen brandy. Ahol a balparti Szent Mihály-hegy sziklái szinte a folyóig érnek, áll egy 1000 éves őrtemplom, amelynek mai képe az 1500-as átépítés formáit mutatja.
Gondolhatják, hogy egy ilyen túra nem csak az evezés rabszolga munkájából áll. Persze igyekszünk minél több időt a vízen tölteni, mivel minden kikötéssel értékes kilométereket veszítünk. De persze a vízen is lehet pihenni, beszélgetni, énekelni, fényképezni vagy éppen uzsonnázni. Természetesen alkalmas helyen és időben. Túravezetőnk úgy gondolta, hogy a Wachau kellős közepe éppen megfelelő hely egy délutáni uzsonnához. Na jó, akkor most megindulunk, elment a hullám, és a melyiket? Megy a hajó. A szőlőkkel övezett Weißenkirchen szintén tipikusan wachaui városka, látványa szervesen illeszkedik a tájhoz. Ez a dunaparti lovas pedig nem más, mint oroszlán szívű Richard, Anglia királya. Őhozzá fűződik a következő város, Dürnstein legérdekesebb történelmi eseménye. Richard szentföldi hadjárata során összekülönbözött erényes Lipót osztrák herceggel, aki az Angliába visszafelé tartó királyt és kísérőjét Bécs mellett fogságba ejti. A Wachau nagyhatalmú ura, Hadmar Kuenring kapta a feladatot, hogy Dürnstein várában őrizze az értékes foglyot. Őrizte is 1193 első hónapjaiban, egészen addig, amíg jó pénzért, 50 ezer márkányi ezüstért Henrik császár meg nem vette tőle Anglia királyát, hogy még jobb pénzért továbbadja. Hát, üzlet az üzlet. A király sorsának további fordulatai helyett foglalkozunk most már a Wachau gyöngyének nevezhető Dürnstein városával. A mindössze néhány száz lakosú település megőrizte középkori arculatát és hangulatát. Érdekes persze arra gondolni, hogy mielőtt a Dunaparti út megépült, ezen a községi főutcán zajlott a teljes forgalom. Még a kilométerkő is a helyén van és mutatja, spitz 12 kilométer. Lassan kiérünk a Wachauból. Már látszanak Krems városának épületei, és miközben elhagyjuk a 2000-es táblát, el kell mondanunk a két balparti település alaptörténetét. Ez nem túl felemelő, de minden úti könyv leírja. Stein és a szomszédos Krems két ősrégi város. A közöttük lévő senki földjén már a rómaiak idején egy Unda nevű falucska, osztrák időkben pedig egy Und nevű pici település feküdt. A német szójáték tehát úgy szól, hogy Krems und Stein sind Dreistätte, azaz Krems és Stein három város. Valójában mára már csak egy, mert a nagyobb Krems magába fogadta a másik kettőt. Krems és Stein a Wachau alsó kapuja híres szőlő és gyümölcs termeléséről, de még híresebb középkori műemlékeiről és művészeti életéről. Itt élt a 18. század egyik legnevesebb osztrák festője, Martin Schmidt, és itt született Ludwig Ritter von Köhl, Mozart zenei hagyatékának rendezője, a Köhl-jegyzék összeállítója. Ha a Kremszi kemping udvaráról átpillantunk a túlpartra, egy fantasztikus, szinte valószínűtlen látvány tárul elénk. A hegytetőn látható mesevár valójában a Göttweigi apátság épülete. A kolostort Altmann passaui püspök alapította 1072-ben a Benedek rendi szerzetesek számára.
A ma látható épületek többsége az 1718-tól 41-ig tartó nagy építési korszakban készült, Lukas von Hildebrand rendkívül látványos, de kissé túlzó tervei alapján. Így hát hiába költenek el az építés 23 éve alatt mintegy 1000 kiló színaranynak megfelelő összeget, az épület együttes félkész maradt, bár még így is döbbenetes hatású. A Bencés Kolostor könyvtárában 80 ezer kötetet és mintegy 1000 darab 6., 7. és 8. századból származó kéziratot őriznek. Akadnak olyan dokumentumok is, amelyek a kolostornak és a tájnak évszázadokkal ezelőtti képét mutatják. Bár a táj, a Wachau-i szorosból kiszabaduló Duna látványa ma is ugyanolyan lenyűgöző, mint bármely korábbi időben volt. A dombok most már mindkét oldalról eltűnnek. Annak a hatalmas, lapos vidéknek a kezdetéhez érünk, amelynek a neve Tulni mező. Egyetlen emlékmű sem áll itt, mégis történelmi tájon járunk. A Nibelung ének szerint itt várakoztatja jegyesét, Krimhildát, Attila a hunok királya, mielőtt esztergomi várába vinné. Itt csapnak össze a cseseregek a Habsburg armádiával. Itt nyargalásznak Mátyás harcosai és jutnak el hódításaikkal egészen Melkig. Így gyülekeznek 1683-ban a nemzetközi seregek, hogy a Bécset ostromló török ellen induljanak, és 1809-ben itt mér megsemmisítő vereséget Napóleon az ellene felsorakozó egyesült hadakra. Ennek a zajos és véres történelemnek ma már inkább az ellenkezője jellemzi a Tulln környéki síkságot. A természet békés világa, a vízi és szárazföldi kirándulók paradicsoma. Nagy ártéri ligetek és széles természetes partok szinte érintetlen erdőségek. A települések is az ártéren túl a víztől 4-6 kilométerre találhatók. De van kivétel, a táj központja és névadója a jobbparti Tulln városa, amelynek messzire látszó jellegzetes kábelhídja már fel is tűnt előttünk. Egy városban a kikötéssel mindig baj van. Vagy csak a központtól nagyon messze találunk megfelelő kikötőhelyet, ahonnan be kell kutyagolnunk, vagy közelebb, ahol viszont a kövezett part, a hullámverés, az állandó vízi forgalom veszélyei nehezítik a kikötést és a kiszállást. Azért fontos ezt itt elmondanunk, mert Tulln kitűnő példa mindezek ellenkezőjére. A csónak kikötőt a városközponthoz legközelebb eső parton egy nyugodt vízű öbölben építették ki, ahol egy olyan stég is várja a hajókat, amelyre a következő van írva: Tulln város vendégei részére. Ezért a gesztusért egy olyan vizitúra csapat, amelynek legalább 3 naponta egy-egy alapos bevásárlással fel kell töltenie készleteit, nem tud eléggé hálás lenni. És azt is meg kell említenünk, bármilyen furcsának tűnik is, hogy a Dunaparthoz legközelebb álló Minorita kolostor tisztasági helyiségeit nem zárják be az utcai, vagy épp a dunai látogatók előtt.
Tulln a római korban Commagene néven jelentős táborváros, a középkorban nehezen bevehető erődítmény volt. Ezeknek az időknek emlékei jó állapotban megtekinthetők. Dacára a viharos évszázadoknak két nagyon korai templom is átvészelte a nehéz időket. A város Szent István plébánia temploma a 12. században, a mellette álló kápolna a 13. században épült. Két ritka szép, történelmi levegőt árasztó építmény. A kápolna kapubéllete rendkívüli hasonlóságot mutat a Jáki templom bejárati díszítésével. Tovább indulunk Tulnból a kellemes délutáni napsütésben. A táj gyönyörű, az idő jó, a víz egyelőre folyik, a nem ritkán mellénk érkező hajók pedig alaposan meghintáztatnak minket. Hadd szóljunk most néhány szót a hullámokkal való találkozásról, hiszen tudjuk, hogy sokan e hullámzás veszélyei miatt is idegenkednek a vízre szállástól. A nagy és lapos hullámok mondhatni veszélytelenek. Ha a csónak nincs túlterhelve, és a kormányosnak van ideje felkészülni a hullámok fogadására, akkor mindenki élvezi a ringatózást. Arra azonban mindig figyelni kell, hogy a hajók indulásakor beállított egyensúlyi tehereloszlás meg ne változzék. Akármekkora hullám is érkezik, a legénységnek és a csomagoknak nem szabad elmozdulniuk a helyükről, mert akkor felborul a balansz, meg persze a csónak is. A szelekkel tette átbukó hullámokkal már jobban kell vigyázni, de arról majd egy más alkalommal szemléltető képek kíséretében lesz módunk mesélni. A víz egyre lassabban folyik, a partok egyre távolabbra kerülnek, a Duna tóvá szélesedik, a duzzasztás csalhatatlan jelei, tehát ismét erőmű következik. Teljesítjük a mára tervezett 50 kilométert, és megállapítjuk, hogy még, vagy már csak 300 kilométert kell lapátolnunk az újpesti csónakházig. Greifenstein nem a vízerőműről nevezetes, ilyen van másik is Ausztriában, de a csaknem 1000 éves vára valóban párját ritkítja. A vízhez egészen közel épült erősség hadi helyzetben Bécs nyugati védőbástyája volt, egyébként pedig a passzaui püspökök börtönnek használták. Ide záratták azokat, akik a szigorú erkölcsi vagy vallás erkölcsi szabályok ellen vétettek. Ma a kirándulók kedvelt célpontja, lakótornyában kiállítás látható. Amíg a zsilipelésre várunk, mellénk érkezik a Duna egyik legszebb üdülőhajója, az Amadeus. Persze, neki van elsőbsége. Klosterneuburg következik, amelynek nevét, magyarul Kolostor újvárt jelent, talán ketté bonthatnánk, hiszen a Kolostor maga nagyon is régi. A harmadik bábenbergi Lipót őrgróf alapította, akit a 15. században szentté avattak, 1133-ban. Hamvait, pontosabban csontjait ma is a Kolostor templomban őrzik. Thank you.
Az elmúlt 800 év csaknem minden építészeti stílusa rajta hagyta nyomát a kolostor épületein. De a hegytető másik nagy korszaka, az újvári, az volt, amikor 6. Károly császár, aki 3. Károly néven egyben magyar király is volt, elhatározta, hogy a spanyol Escorial mintájára egyházi épületekkel kiegészített, hatalmas császári palotát építtett a Szent Kolostora mellé. Bár a terv 1730 és 55 között csak részben valósult meg, így is a barokk palota építészet egy impozáns alkotását tekintheti meg az a nagyszámú látogató, aki a Bécstől látótávolságra lévő Klosterneuburgot keresi föl. Kálembergerdorf. Bécs északi elővárosa, vagy inkább községe a jobb parton. Ez lesz bécsi bázishelyünk, táborunk. Innen indulunk gyalogosan, majd csónakokkal a császárváros felfedezésére. Kálembergerdorf előtt egy hosszú öböl van kiképezve, kifejezetten a sport és túrahajók kikötésére, a vízisportok a fürdés számára. Szóval nekünk. 844 kilométert tettünk meg az elmúlt 21 nap alatt. A tengerig még 1935 van hátra. Bécs a Duna első fővárosa, de nem az utolsó. Még három következik, később.